Az alábbi térképeken először a hőmérséklet változásokat, majd a csapadék várható mozgását láthatják. Még Európa nyugati, északnyugati és északi területei fölött ciklonok tevékenykednek, hazánkban nyugodt idő uralkodik. Ennek oka jelenleg kontinensünk középső jelentős hányadát beterítő anticiklon. A térségünkben a magasban fokozatosan egyre melegebb levegő áramlik, ugyanakkor az anticiklon a hét közepére távolodik tőlünk, így már változó nedvességtartalmú kissé labilisabb légtömegek érkeznek. Záporzivatar is előfordulhat. Ezzel egy időben a brit szigeteket, illetve Skandinávia területeit ciklonok érik el, hideg esős és szeles időt okozva, sőt egészen északon már hó is hullhat a héten. Számunkra szerdán az Atlanti-óceánon kialakuló és a brit partokat elérő erős ciklon lesz lényeges. Ennek eleinte előoldali áramlásában meleg levegőt kapunk a magasban, melynek köszönhetően pénteken és még keleten akár szombaton is 30 fok körül meleg valószínű. A ciklon hidegfrontja péntek este szombaton érhet el minket, nyomában viharos szél, 10 fokos lehűlés és akár nagyobb csapadék is érkezhet, bár utóbbi a front mentén a viharos szél miatt meglehetősen kérdéses. A hidegfront az Alpokban jelentős hóval érkezik. A front a genovai öbölben egy mediterrán ciklon generálhat, mely valamikor szombaton és vasárnap okozhatna nálunk akár jelentősebb csapadékot is. A folytatásban átmeneti szünet után újabb frontok érkeznének csapadékkal, széllel és hideg levegővel. Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi előrejelzés nagy bizonytalansággal terhelt, hiszen a modellek nem értenek teljesen egyet. Ennek oka a ciklon pályájában, ebből fakadóan az általa szállított hideg, nedves levegő útjában rejlő bizonytalanság, illetve a mindig is veszélyes mediterrán ciklon pályája. Ha tetszett a videónk, feliratkozásoddal támogasd a munkánkat. Az előrejelzés létrejöttében partnerünk volt a Decor Express. Köszönjük!